Jó estét kívánok, köszöntöm a paletta nézőit. A cseresznyési elszármazottak augusztus végi találkozóján Klippel János is részt vett, egykori cseresznyési diákként, lakóként. Több versét is felolvasta a közönségnek, majd stábunkkal beszélgetett. A tanító cseresznyési iskoláját őszintén szerette, még tehette tisztességgel gondját viselte. Tanulói horizontját tágra vetítette, katedra nélkül tanított, mindenki szerette. Rajzolt, festett, szobrot vörös agyagból formázott, nem dolgozott életében, örökké csak játszott. Játék volt a tanítás, a művész alkotás, így ért Jámbor bársony lelkű Bence Barnabás. Milyen volt most találkozni a régi osztálytársakkal? Hát felemelő érzés. Bár én sokat találkozok velük úgy menet közben Pakson is, meg kijárok cseresznyésbe is elég gyakran, gombát szedni ide környékbe, meg pörösre, erre-arra, és gyakran találkozok velük, de van, akivel csak most találkoztam. Például a Ipszkica osztálytársam, meg jó párra a Szűz Janival, csak most tudtam találkozni. Többieket úgy általában. Igen. Miről szoktak ilyenkor beszélgetni? Milyen volt régen cseresznyésben iskolába járni? Ez többnyire nosztalgiáról szól most már beszélgetés, ugye. Már 50 éve élek Pakson, 18 évig éltem itt cseresznyésben, itt jártam ebbe az iskolába 8 évig. Első osztályban a Kókány tanítónéni tanított, őt azért szerettem, mert ő megtalált engem. Mert eléggé szégyellős voltam, és ugye a szégyellős gyerekeket nem nagyon szokták megtalálni, vagy főleg ilyen nagy létszám, mint akkor volt. Ugye egy osztályteremben akkor 40-50 gyerek járt, mert akkor még két iskola volt cseresznyésben, itt volt egy osztályterem, és egy meg a Sterczel pusztán oda a felső tagozat járt. És utána, amikor ez megszűnt, akkor meg úgy lett megoldva, hogy délelőtt az alsósok, délután a felsősök, de akkor is, tehát egy osztályban négy, tehát egy tanteremben négy osztály járt, és akkor volt a hangos óra, meg a csendes óra. Apám, amikor hazamentem, mindig megkérdezte, hogy mi az a csendes ének, meg a hangos rajz. Miről szól az egész? Második, akkor a Kókány tanítónénit elvezényelték, mert a karsztanító bácsi eltörte a lábát motorozás közben, és akkor helyet cseréltek, mert nem tudott akkor már a karsztanítóra eljárni a Sterczel pusztai iskolába, és akkor Kókány tanítónénit elvették tőlünk. Akkor 4 éven keresztül, tehát második, harmadik, negyedik, ötödikbe a kartházas pár tanított bennünket. Említette, hogy megtalálta a Kókány tanítónéni önt. Ez mit jelent? Hogyan tudjuk ezt elképzelni? Hát az egy gyereknek, amikor bátortalan minden, és akkor, hogyha úgy beszélnek vele, hogy úgy mondtam, hogy megtalálnak, az azért egy felemelő érzés, hogy rövidlátó voltam, az első padba ültetett, és többet foglalkozott, bátorított, az sokat jelentett. És akkor én nagyon megszerettem őt. Karsztházas pár? Hát őnekik volt a legnehezebb helyzetük, most tessék képzelni, mikor egy tanteremben 40 gyerek. Az azért nagyon kemény dolog. Hát nehéz egy kicsit erről beszélni. Karsztanító nagyon szigorú volt, de úgy jól tanított, mind a kettőhöz tanított. A tanítónéni meg kiváltképpen, tehát szerettem a karsztanítónénit is. És akkor 62 körül, tehát hatodikos lettem, akkor jött ki az aranyházas pár, és vele a tanítónéni édesanyja, édesapja, ők is tanítottak. Az édesanyja, ezzel dicsekszem, a tanítónéni édesanyja 106 évig élt. Nagyon szép kort élt meg. És hozzájuk csatlakozott még a Bence Barna. Hát a Bence Barnát azt hiszem, hogy mindenki ismerte, szerette, nagyon jól tudott tanítani. Mit kapott itt cseresznyésben, ami akár máig érvényes? Hát nagyon-nagyon sok minden. A belső soron laktak a nagyszüleim,
És ahogy említettem is az egyik versemben, hogy anyámat, apámat egy patak választott el, tehát a két nagyszülemet, hát én ott ingáztam gyerekkoromban közöttük, a két nagyszülő között, és akkor apám itt a Barátrétbe vett egy házat, akkor ide kiköltöztünk, az 58 per A-ba, és onnan jártam a nagymamámhoz. Hát, nagyon sokat voltam nálam, négyen voltunk testvérek, és én az idősebb gyerek, ezért sokat voltam kölcsönben a nagymamánál, és onnan jártam iskolába is sokszor. Tehát ez egy ilyen, ez az iskola, vagy ez a gyerek, a kisgyerekkori rész, és akkor, mikor iskolába kerültünk, akkor ugye a két öcsém is, az alsó tagozatban egyszerre hárma jöttünk, és akkor, ahogy jön a három gyerek, volt, humoros emberek is voltak Cseresznyésben, egyik ilyen volt az Oszvald Péter bácsi, ahogy jöttünk a három gyerek, egy két öcsémmel, meg én, akkor mondta a humoros versikéjét, hogy krumpli csúsz a tálba, három klippeli megy az iskolába. A másik ilyen humoros bácsika meg a Lednecki András bácsi Icignek hívták, mert ő mindig az icigekről mesélget. És akkor, kik azok az icigek? Icigekről mesélt, ez olyan, mint voltak a Móriczka, meg neki egy ilyen volt, és erről mesélt mindig. Meg a nagy humorával a fia kapott egyszer egy rovót az iskolába, és mikor ment dolgozni, akkor elmesélte a munkatársaimnak, hogy a fiam kapott egy bravót. Tehát ebből is humor csinált. Szerettem a humoros embereket, mindig tapadtam rájuk. Meg is maradt a humor egészen. Igen, igen, igen. Hát, ez a versírás szeretete, ez is esetleg cseresznyésből táplálkozik? Vagy a tudománya? Mikor kezdett verseket írni? Én gyerekkoromban csak a rímeket ismertem, nem tudtam, hogy mi az, hogy ritmus. Akkor jött, de rímekben beszéltem, hát hallottam ezeket a humoros verseket a nagybátyáimtól, szülnapok, névnapokon. A nagybátyám Osztra Pesten lakott, hozta nekem a Dörmögő Dömötört, az egy szép kis versik, és azt szerettem nagyon. És akkor rímekben beszéltem, szerettem a rímeket, úgy bennem volt, mert a családban sok ilyen, hát mondhatom, hogy költők már ők. Az egyik már unokatestvérem, az Acsádi Rozália éppen, aki itt van. Hát második unokatestvérem, mert a nagyapám Klippel Vilmos és az ő nagymamája Klippel Katalin voltak testvérek, a belső soron laktak. A másik ágon, az anyami ágon, meg az Olá Zoltik a második unokatestvérem. Az én nagymamám és a Zoltikának a nagymamája édes testvérek. És a Zoltikával sokat találkoztam az utolsó éveimben, már sokszor eljött hozzám, akkor már így, hát a versekről meg mindenről beszélgettünk, sokat voltunk együtt a Zoltival. És nekem a költészet az úgy indult el, hogy itt Cseresznyésben volt egy asszony, aki írt verseket, többnyire március 15-ére, évzárókra. És akkor már én is, hát láttam, hogy nem csak a Petőfi írhat verseket, mert olyan nagynak tartottam. És akkor már észrevettem, megtapasztalhat, hogy bárki írhat verset. És akkor elkezdtem én is. De úgy kezdtem el a verseket írni, hogy az egyik sor hosszabb, a másik rövidebb. És hát nem volt olyan szép, mint egy Petőfi vers. És akkor rájöttem arra, hogy megszámoltam a sorokba a magánhangzókat, és ha mindegyikben ugyanannyi magánhangzó, akkor már a szótagok úgy jobban passzolnak, úgy már szebb lett a vers. De ez se teljesen igaz, mert ez se mindegy, hogy egy magánhangzót két mással hangzókövet, vagy egy. Tehát akkor úgy, de akkor már leírkáltam verseket az írfüzetbe, meg voltak ilyen kis könyveim, mint a lányoknak a kapcsos könyvei, és két ilyen könyvem is megtelt. És amikor Paksra kerültem gimnáziumba, ott tanultuk a verstant. Ott az első órán, vagy az első órákban János Pannonius tanultuk, a Búcsú Várattól című versét. Én akkor óra alatt megírtam egy verset, Búcsú a pusztától címmel, és a Bajnai tanárnő kicsillagozta az ötöst. Nagy élménye volt. És akkor úgy kedvet kaptam, akkor már többet írtam. A Kent tanár úr kiültetett a katedrára, ő beült a padra helyemre, és egész fizika órán verset olvastam.
Úgyhogy, és azt utána elkezdtem már tanulni komolyabban a verstant, és akkor már több verset írtam. A legtöbbet meg akkor kezdtem el összegyűjteni, mikor nyugdíjas lettem, és ugye több szabadidőm volt, az éjszaka hosszabb lett, mert 60 év után lehet aludni 10 órát, de, vagy pihenni 10 órát, de aludni nem. És akkor az ember elgondolkodik, és akkor jött az islet, azt írkáltam a sok verset. A könyvtárba a Takács Gyulát talán tetszenek ismerni. Ő neki megmutattam a verseimet, ő nagyon élvezte, le is fénymásolta őket, és rábeszélt, hogy adjunk ki kötetet. Hát akkor ezeket spirálfizetben voltak nekem leírva ezek a versek, már két spirál telek megtelt, és akkor összeszámoltam, összejött már olyan 250 vers, ebből volt egy olyan 178-an, ami szalonképes is, mert ugye sokfélét ír az ember, és akkor ezeket megjelentettük, a Komáromi Jani szerkesztette a könyvemet, és a Séd nyomtak. Ez volt az első kötet, és az idén húsvétre megjelent a második kötetem is. Említette, hogy egy olyan hölgytől kapott úgymond ikletet, aki március 15-ére is írt verseket. Volt itt közösségi élet is cseresznyésben, ünnepségeket is tartottak így? Az iskola keretein belül? Kicsi gyerekkoromban a közösségi élet az volt, mondtam, hogy sokat voltam a nagyszüleimnél belsősorban, és ott laktak a nagybátyáim, ugye mind a két részről, meg még az ön unokatestvére is, tehát ott négy helyen lakott Klippel Cseresznyés volt közel egy. Tehát a dégy napapámnak öt gyereke volt, és abból négy ott lakott Cseresznyésben. Kártyapartik voltak ott, meg összejövetelek, többnyire ez volt. Aztán, mikor ide átjöttünk Cseresznyés, vagy Barátrédbe már, hát akkor a közösségi élet az, hát a gyerekeknek a csavargás, a falut, az egész falut, mindenkit ismertem. A faluban mindenkinek tudtam, hol a háza, minden zegzugát bejártuk. És a másik ilyen hely pedig hát a kocsma volt, ugye. Az később megépült a kultúrház is, és akkor oda jártunk. Ott voltak ilyen táncmulatságok, bálok, a bolt előtt ilyen vonalra dobások, meg ilyenek. 18 évesen költözött el Cseresznyésbe, az egész évesen. Családdal? Vagy... Igen, mert addigra a két öcsém is már Paksra jártak, az egyik gimiben, a másik ipari tanulónak, és hogy mindenkinek ne kelljen kerékpározni, mert én naponta kerékpároztam ki, tehát végig télen laktam, csak pont az olázolt édes, vagy a nagymamájánál laktam télen mindig, akkor nem jöttem az edem, hogy minden nap haza kellett jönni, és akkor apám úgy döntött, hogy veszünk Pakson egy telket, eladtuk a cseresznyési házunkat, és Kinizsi utcába építettünk egyet. Én könyves tanuló volt, vagy már végzett könyves voltam akkor, és ott már a házépítésbe bőven kivettem a részemet. Milyen érzés volt innen elmenni? Hát ez kettős érzés, mert egyrészt az ember sajnálta, mert itt ismert mindent, oda mentem megint egy új helyre, mert ugye itt minden zegét zugát ismertem, ott megint meg kellett mindent tanulni, megint kis iskolás ipari tanuló lettem, előről kellett kezdeni, és a nehézségek is eleinte voltak, csak közepesre sikerült az első éven, első fél éven, azt akkor apám szigora azért bekeményítette, azt utána négyesen végig tudtam csinálni az ipari iskolát. És hát meg az a másik, ugye a városban az ember előtt ott van a kirakat, ott van a mozi, a színház, ha akkor is neki megy és művelődik, fejlődik. Még a pusztán ez nincs meg, itt nem adatik ez meg. Itt azért sokkal nehezebb valamire vinni, de aztán egy-két év után megszoktam, meg azért csak könnyebb volt ott. De hát utána is kijártunk gyakran ide, mert hát szerettük a pusztát. Említette, hogy most is kijár, van-e még olyan, él-e még itt olyan, aki az ön gyerekkorában esetleg itt volt régi barátja? Igen, élnek még többen is. Élnek apámnak a barátja, Lednecki Istvánnak a felesége még itt él kint. Aztán Böröc Rozália is úgy tudom, hogy itt él még kint. Még hát most nagyon nem tudom már pontosan, de élnek még kint. Meg vannak, akik vissza is jöttek, a Üfner Feri visszajött, meg jó páran visszajöttek ide.
Az unokáinak mesél el régi cseresznyési időkről? Igen, hát az unokáknak mesélünk mindig. Az unokáknak jó mesélni, mert azok mindent elhisznek. Nagypapa akármit mond, akkor is elhiszik. Aztán nekik is írom a verseket, mindegyiknek van saját verse, mindegyik tudja kívülről. Ezt így el vagyunk. Megírok nekik is huncut verseket, azt meg hamar megtanulják, sokkal előbb, mint a másikat. Ezt így el vagyok a gyerekekkel. Mi az, amit a mai időkbe visszahozna cseresznyésből? A gombaszedések. Hát akkor tájcseresznyésben nagyon sok gomba volt, a szegfűgomba. Azt nagyon szerettük, és sokat szedtünk. Annyi szegfűgombát szedtünk össze, hogy meg se tudtuk enni. És akkor anyám még bevitték Paksra, pont az Zoláéknak is, az Zolá Misi bácsi volt igazgatóékhoz hordtuk be, ők megvették, és abból tudtunk pénzt csinálni. Hát valamint a gyerekekkel, ugye a futballmeccsek, meg egyebek. Meg hát a gyerekkorban nagyon sokat kellett nekünk ilyen malacokat őrizni, meg ilyesmiket. Tehát amikor hazamentünk az iskolából, akkor még mindig apám nevelt mindig 3 malacot, és azokat meg állandóan ki kellett engedni, őrizni. És hát az is nagy élmény volt, mert volt, amikor elszöktek, úgyhogy mi előbb hazaértünk, mint a malacok. Tehát ilyen, ez az egyik része. Valamint a cseresznyési emberek, az összetartó közössége a cseresznyésnek, hogy itt nem kellett, hogy szólni valakinek, hogy gyeres vagy segíts. Mindenki ismert mindenkit, mindenki tudott mindenkiről. Ha jött egy fűrészülőgép, akkor már hallották, és nem kellett szólni a szomszédoknak, hogy na most gyere segíteni, hanem addigra már összejöttek, mert ugye annak fizetni kellett, hogy minél gyorsabban, kevesebb legyen az óra, összesegítettek. Egyik adogatta a fát a készhez, a másik elvette, a harmadik arrább dobálta, vagy összerakta, és így összesegítettek. Meg a nagy ulti partikat játszották apámék, összejöttek a barátaival ultiztak, és én meg ott ültem mindig mellettük, én hatodikus koromban már tudtam ultizni. Ott ültem mellettük, ezt először csak kopogtam, aztán megtanultam, hogy megy ez a játék. Ez is egy ilyen nagyobb élmény, meg amikor még nem volt villany, akkor apám sokat olvasott nekünk, kőszívő ember, fiai, a kőbaltás ember, meg sok mindent, könyveket olvasott, a lámpa mellett azt mi meg így néztük. Meg, hát telepes rádió volt akkor, ugye, és akkor azt tudtuk hallgatni. Az is egy nagy élmény volt, mikor a nagybátyám vett egy rádiót, azt elmentem a nagymamához, azt ott szólt a zene, de én nem tudtam, hogy mi ez, nem mertem bemenni. Azt hittem valami bál vagy lakodalom, mi van itten, és nem mertem bemenni. Ott voltam kint majd egy fél napot, mire kijött valamelyik, és akkor kérdem, hogy mi van, és akkor mondták, hogy a rádióban szól a zene. Tehát ennyire nem tudtunk a nagy világról akkor. Tehát szinte csak a cseresznyés volt, néha bejártunk Paksra. Tehát elég zárkozott gyermekkorunk volt így. Cseresznyésben 58 per A-ban nőttem föl egy barátréti házban. Kerítése patak meg az erdő, vadribizli járót legelő. Gyermekkorom szép szabad világa, mindenkinek tudtam hol a háza, összetartó lakó közössége, önellátó sorsa öröksége. Madarai kikelettéláig, vadvilága bőséges csodáig. Patakkai térdig alig értem, szaladtak a tavakig a réten. Kiszáradt a patak meg a tó is, távozott sok őszpusta lakó is. Ünnepelni vissza-vissza járnak, csodálni kincseit a pusztának. Ennyi fért mai magazinunkba. Tartsanak velünk legközelebb is, további szép estét, viszontlátásra!